reggeli személy. Nekem majd lesz vissza egy olyan műsor, ami a hírek alatt, vagy a sporthírek alatt elhangzottakat rögzíti, és bónusztrekként fogjuk árusítani a Klubrádió shopjában azokat a beszélgetéseket, amelyeket a mikrofon bekapcsolása előtt folytattunk. Mint például most Plé Csabával, pszichológus nyelvész akadémikussal, BME kognitív tudományi tanszékének alapítójával, a CEU oktatójával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azért annyit elárulhatunk a kedves hallgatónak, hogy arról beszéltünk, hogy milyen sok fiatalt tanít most pszichológiára, illetve hogy milyen sokan jelentkeznek pszichológiára, és hogy igazából kezelhetetlennek ezek a számok. Jól értettem? Hát abban az értelemben, hogy nekünk tanároknak, ugye én már szenior tanár vagyok, körülbelül 52 éve tanítok egyetemen, most próbáltam kiszámolni, hogy hány éve. Ugye egy bizonyos típusú interakcióhoz és kommunikációhoz szoktam a diákokkal. Voltak mindig nagy évfolyamok is, de ezek a nagy évfolyamok ilyen általános bevezetés a pszichológiába kurzusok voltak. Ami nehéz az, hogy egy szakmai szocializáció részeként ilyen nagy évfolyamokat tanítani, tehát pszichológia szakosokat és tovább. De nyilván nekünk is új módszereket kell tanulnunk. Új módon kell megpróbálni, megmozgatni, és érdeklődővé, és cselekvővé, gondolkodóvá tenni a diákokat, tehát elérni azt, hogy ne passzívan hallgassanak, ugye? Most csak mondok egy nagyon egyszerű technikai dolgot, a 150 diákból ma már legfeljebb 10% az, aki láthatóan az órán kézzel valamilyen papírszerű dologra jegyzetel. Mi még úgy nőttünk fel, és mi mint tanárok is ehhez szoktunk, hogy az értelmes feldolgozás része a jegyzetelés. Nem azt akarom mondani, hogy a jegyzetelés nélkül nincs értelmes feldolgozás, de egészen más, hogy dolgozzák fel az elhangzott anyagot, és ennek megfelelően máshogy kell szervezni az órákat, ebből nagyon sok gond származik. Igen, a feleségem, aki tanár, ő szokott panaszkodni arra, hogy ha fején áll, akkor sem tudja 45 percen keresztül lekötni egy 12-13-14 éves diák figyelmét. Nem tudom, hogy azok, akik ott ülnek önnel szemben, azoknak a tekintetében mit lát? Érdekli őket, vagy így sztondulnak egy kicsit? Érdeklődést is látok, ugyanakkor teljes szabadságot, tehát a diákok az óra közepén is kimennek, elmennek, megunták, más dolguk van, ehhez nem szoktunk. Én azt gondolom, hogy ennek van egy olyan oldala, ami a felsőoktatás finanszírozásával is kapcsolatos. Tehát, hogy mi tanárok, amikor ilyen nagy évfolyamokat találkozunk, kicsit úgy érezzük magunkat, mint hogyha a színészek lennénk. Tehát, hogy szerepelnünk kell, egyszerre írjuk a színdarabot, és szereplők vagyunk, és ebben nagy segítségekre lenne szükségünk. Nem az, hogy a színészkedést oktassák, hanem mondok egy példát, oktatástechnikai segítségre. Mi megcsinálunk különböző vetítményeket, direkt nem mondom a cég nevét, a szoftver nevét, amivel vetítményeket csinálunk, de azok sokszorosan jobbak lehetnének. De ez nagyon rossz, hogy ezt a rendszer áthárítja a tanárra. Aha. Ne ő csináljon ütősebb bemutatót, hanem legyen olyan technikai személyzet. Tehát egy nagy egyetemen, ahol sok száz diák, stb. Sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy a tanár útmutatásai alapján ezeket a show műsorokat, amikké az egyetemi órák válnak, segítsék. Ugye mondjuk, amikor én fiatal voltam, az 1960-as években jártam egyetemre, mondjuk amikor Szent Ágotai János anatómia előadást tartott, ő tartotta a pszichológusoknak is néha az anatómia órákat, akkor két, oktatási segédelő cipelte be a csontdarabokat. Tehát ennek megvolt a hagyománya, ez a hagyomány már elveszett pont a digitalizáció révén, úgy érezzük, hogy minden átállítható a tanárra, ez egy nagy gond.
Igen, ma reggeli műsorban beszélgettem itt a kolléganőmmel arról, hogy amikor még a Kossuth téren volt a Néprajzi Múzeum, akkor amikor az ember bement oda a gyerekeivel, akkor egy kicsit olyan iskolai szertár jellege volt a múzeumnak. Hát, és akkor igen, a kitömött róka, a sarokba állított térkép, hogy hívták a csontvázakat általában az általános iskolákban, de ott volt a kitömött gólya, meg a kigyónak a csontváz. Tehát most általában változott, és most nagyon jó a Néprajzi Múzeum kiállítása, de hogy nyújt önöknek bárki segítséget, hogy erre így felkészüljenek, vagy... Igazából ilyen típusú segítség szinte sehol nincsen, tehát ez nem egy konkrét egyetemen nincs, ez szerintem egy beépített szerkezeti problémája az új típusú oktatási lehetőségeknek is. Tehát még nincs rá válasz. Nincsen válasz, igen. Tehát kérdések, feladatok és problémák jelentkeznek, igen, de igen, hogy mit kezdjünk vele. Igen, igen. Szóval gondolj el, miért kell egy mit tudom én, elvont filozófus vagy pszichológus egyetemi oktatának azzal foglalkoznia, hogy hogyan tud belevágni a vetített előadásaiba filmklippeket. Hát ezt valaki másnak kellene csinálni, neki meg kell mondani, hogy honnan, hová, mettől, meddig vágja be. Hát gondolja el, hogy amikor megnézünk egy filmet, legyen az dokumentumfilm, vagy bármilyen, igen, akkor 30 fő stáblista van a színészek után, az egyetemi oktatásban nincs ilyen stáblista, nincsenek segítők, ez egy nagyon nagy gond. Igen, lehet, hogy az lesz, mint Kesztenél a repülő osztálynál, hogy amikor földrajzot tanítottak, és egy földrészt, akkor a diákok beszálltak a repülőgépbe, és oda utaztak el, hogy le tudják kötni. Mit érez akkor, amikor így azt látja, hogy nem tudja a diákok figyelmét fenntartani? Hát nyilván úgy érzem, hogy valamit én csinálok rosszul. Ugye az ember fél évszázados oktatói tapasztalattal úgy gondolja, hogy neki meg kell nyernie a diákok érdeklődését, mese nincs. Ezt megpróbálom trükkös házi feladatokkal, szóval próbálok csapdát állítani a figyelmüknek, hogy beszippantsa őket a téma. Tehát időnként elhelyezni egy poént, ha nevetnek, vagy elcsodálkoznak, akkor látja, hogy figyeltek. Nem már csak a poénok, mondom, hanem megmozgatni őket házi feladatokkal. Tehát most mondok példát, mondjuk a nyelvvel kapcsolatos kurzusomon olyan házi feladatokat adok, hogy gyűjtsenek becsapós szóhasználatra példákat a ténylegesen az interneten meg a televíziókban látható reklámfilmekből. Hát nem a reklámfilmekből kéne, hanem parlamenti közvetítésekből, vagy Kossuth Rádióban elmondott pénteki eszedlenkedésekből, vagy a Strasbourgi, igen, parlamentben összehordott miniszterelnöki beszédből. Igen, ezek, tehát hogy akkor érezzék, hogy mondjuk az, hogy a nyelvben mi nagyon sokszor élünk átkulcsolásokkal, más értünk, más a szándékunk, mint a szó szerinti jelentése egy kifejezésnek. Ezt tetten lehet érni, és azáltal, hogy tetten érik, észreveszik, hogy ez nem valami exakt, elvont kuriózum, amiről a tanár beszél, hanem mindennapi életünk része. Igen, amikor Gyekicki Márton oda megy és lehazárulózza a miniszterelnöket, akkor ő a nemzetközi sajtótájékozót avval folytatja, hogy amikor Magyarországon gazembertnek mondanak valakit, az annyit jelent, hogy nem értünk vele egyet. Más kérdés, hogy nem hangzott el a gazember szó. Nagyon sok szó elhangzott, de az pont nem. Igen, ezek a átkódolások, átfogalmazások, kulcsolások, ezek a politikai retorika régi részei. Ami ma történik, az, hogy sokkal emocionálisabban, sokkal több gyűlölettel teli intonációs hangsúlyokkal
együtt jelenik ez meg. Én úgy gondolom, hogy általában nézve a politikusoknak nagy felelőssége van. Egyszerűen azért, mert véleményirányítók sok mindenki számára. Nagyon nagy felelősségük van abban, hogy elromlik az emberek közötti kommunikáció. Sokkal gyűlölködőbb a mai beszéd mód, mint volt mondjuk 20 évvel ezelőtt. Mert hogy akkoriban az MSZNP kb. 20 év, bocsánat, akkor nem, akkor az még néhány átkos előtt volt. Tehát mondjuk akkor a 2000-es évekre gondol? Mondjuk én 2000... Mikor szabadult el nyelvileg a pokol a magyar politikában? Én szerintem úgy 2008-9 táján. Összödi beszéd, elkurtuk? Igen, igen. És de nem egyszerűen egy konkrét kifejezés, hanem annak a retorikai visszhangja valójában. Itt a ma reggeli műsort, ugye mondtam mindig headline-okat, és például ugye arról beszélgettünk itt, hogy Szijjártó Péter arról beszélt, hogy nem vagyunk javol nemzet. Ezt szerintem... Milyen nemzet? Javol nemzet. Ja. Ami egyrészt hülyeség, mert pont javol nemzet vagyunk, tehát amikor jönnek a politikusaink, és azt mondják, hogy ez így legyen, és a gazdasági bizottságban azt mondják, hogy innentől kezdve a gazdasági miniszter dönts el, hogy hol épület akkumulátorgyár Magyarországon környezetvédelmi egészségügyi szempontok figyelembe vétele nélkül, akkor pont javol nemzet vagyunk. Bár nyilván vannak olyan hallgatók, akik nem pontosan érik, hogy mire gondolt Szijjártó, amikor azt mondta, hogy nem vagyunk javol nemzet. A német bólogató elfogadó kifejezés használata ugye egy egész más nemzedékhez szól. Igen. Sokat láttuk ezt mondjuk a 60-as, 70-es években a fasiszta német korszakról szóló, akkor leleplező szándékú filmekbe, legyenek azok minőségi filmek, legyenek azok gagyi filmek. Szovjet filmészet, egy kelet-európai filmészet remekei. Tehát, hogy az engedelmes, beosztott katona, aki fejbólintva azt mondja, hogy igenis őrmester úr, és így tovább. Ugye a kérdése nyilván arra is vonatkozik, hogy honnan gondoljuk, hogy ez mint kulturális minta mindenki fejébe aktiválódik, de arra is vonatkozik, hogy honnan gondoljuk, hogy a mondjuk politikai műsorok hallgatói annyira tudnak nyelveket, hogy ezt a javolt elhelyezzék, hogy mit is jelent ez németül, és így tovább. Gondolom, ezt akarta kérdezni. Igen, tehát hogy nem tudom, hogy milyen befogadókra számít mondjuk a külgazdasági és külügyminiszter, amikor ilyeneket beszél, tehát hogy a 20 évesek mit fognak ezzel kezdeni. Mondhatta volna azt is, hogy, és jut eszembe, Japán az javol nemzet? Zárójelbe teszem, hogy szerintem igen. A kelet-ázsiai országok más típusú társadalom szervezésre már legalább 150 éve, de hát mondjuk Marco Polótól kezdve, de 150 éve a tudományos szociológia és antropológia kutatásának is tárgya. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Nem egyszerűen tekintély alapú szerveződés van ott, hanem sokkal közösségi szerveződés, mint ami a nyugat-európai kulturális és politikai fejlődés individuális fordulatától kezdve megvalósul, valamikor a középkor végétől kezdve az a kultúrakör, amiben mi is tartozunk, az egyént helyezi előtérbe, ezt ma lehet mocskolni és lehet szidni, de az egyén előtérbe helyezése valójában egyszerre az emberi társas viselkedés szabadságának és a gondolkodás szabadságának egy nagyon fontos biztosítéka és keretrendszere volt. Egy sok száz éven át zajlott fejlődésnek a következményeként lettünk olyan individualisztikusak. Az individualizmus nem önzés jelent, hanem egyén szempontúak, ahol az egyén mérlegel, ugyanakkor döntéseiért felelősséget vállal,
és úgy gondolja, hogy ki kell állni a véleményéért mások véleményével szembe, sülve ez egy sajátos társadalmi retorika és gondolkodási kényszer. Sokan vannak, például az én szakmám egyik nagy embere, Jean Piaget, aki azt mondja, hogy ennek a típusú individualizmusnak és az érveléssel való előrehaladásnak a gyökerei már a görögségben ott vannak. Uh-huh. Sokan azt mondjuk, hogy nem, ez csak a késő középkortól indul el, de mindesetre azért tartom ezt fontosnak hangsúlyozni, mert ma mondjuk a magyar hivatalos kormányzati politikában van egy igazodás a kettővel vagy valahányal ezelőtti Tusványosi beszédében a miniszterelnök kifejezte, hogy a nyugati hanyatló kultúra az individualisztikus, mi viszont a közösségi kultúrát akarjuk előtérbe helyezni. Ez olyan szép, meleg kifejezésnek tűnik a közösségi, de ha arra gondolunk, hogy hogyan szerveződik mondjuk a társadalom Kínában, az egy igazi közösségi típusú társadalom, ahol nincsen az egyénnek szerepe. Tehát ez nem egy veszélytelen programbejelentés, hogy az individualizmus helyett a közösségit helyezzük előtérbe. Ez összhangban van azzal a politikai kacérkodással, amit szeretnénk ezekkel a kelet-ázsiai országokkal kapcsolatban megvalósítani. Tehát ennek van egy intellektuális oldal is, ezt akartam mondani. Eltér a két feudalizmus egymásban? Abszolút eltér. Erről nagyon sok izgalmas tudományos vizsgálódás is van. Az egyik elmélet szerint a kínai tip, ugye nagyon régi vizsgálódások is voltak Magyarországon is, az egész úgynevezett ázsiai termelési módnak a ilyen neomarxista értelmezése a 60-as években, de ma vannak olyan vizsgálatok, amik például azt mondják, hogy csak Kínát tekintve a közösségi típusú mentalitás az igazából a rizs alapú mezőgazdasághoz kapcsolódik. A rizs alapú földművelésben a kockázatok óriásiak, hogyha én nem tisztítom ki azt a csatornarészt, ami én rám tartozik, akkor az egész falu elhal. Míg a gabona alapú világban negligence, a nem figyelek oda, lusta vagyok, és így tovább, az csak engem és az én családomat fog érinteni. És sokan azt mondják, hogy a közösségi és individualisztikus, mondjuk így kultúrák eredete, ez egy nagyon izgalmas, modern, az utóbbi 10 évben előjött elmélet, az valójában a mezőgazdasági forradalom két különböző útjával kapcsolatos. Tehát a társadalmi fejlődés ezen változtatott? Úgy van. Kínán belül is vannak gabona alapú és rizs alapú részek, és Kínán belül összehasonlítva, ma kérdőivel kérdezgetve az ottani fiatalokat, azok az emberek, akik gabona alapú részén élnek Kínának, sokkal individualisztikusabbak, mint azok, amelyek egykor és mindmáig rizs alapú részén. Ez nagyon érdekes. Tehát, hogy ez áttevődik a mai társas viselkedésig. Igen. Jó, ezzel csak egy példát akartam mondani, nem kell ezt feltétlenül elfogadni, de hogy a közösségi és individualisztikus típusú szemlélet, ez egy nagyon alapvető szembeállás s a két más kulturális kibontakozás. Az, hogy a technológiai fejlődés gyakorlatilag mindenki számára minden eszközt elérhetővé tesz, az hogyan fogja ezt befolyásolni? A génekben egy ideig benne van, és aztán... Hogyne. Technológiai fejlődésre hagyd mondjak először egy távoli példát. Jó. Kína. Nem úgy távoli, időben távoli. Néhány ezer évvel ezelőtt kezdtük el, például Kínában is, de azután ugye
Mezopotámiába és így tovább Indiába az írásrendszerek megjelentek, Iránba, stb. Megjelentek az írásrendszerek, majd néhány száz évvel ezelőtt a nyomtatás, ami a tömegessé tette az írás és az olvasást. Nézzük a tömegessé vált írás és olvasás helyzetét, és a technológia és az ember viszonyát. Mára tudjuk, például egy Stanislas Dehaene nevű francia kutató és munkacsoportjának alapos vizsgálataiból, hogy nagyon egyszerűen fogalmazva, az agyban, ami nagyjából 200 000 kötőjel 100 000 évvel ezelőtt stabilizálódott az emberi agy olyanná, amilyennek is meg, nincsen olvasóközpont, és nincsen írásközpont. Mi mégis mindannyian, természetesen vannak kivételek, de az átlagos ember meg tud tanulni olvasni. És nagyjából ugyanaz az agyterület felelős mindenkinél, de ez még a kínai típusú írásra, meg a szótagírásokra is igaz, tehát a héberre is, az arabra, ugyanaz az agyterület felelős. Na most ez az agyterület másodlagosan használódik fel az olvasásra. Eredetileg finom, közelről látott dolgok diszkriminációjára, például arcfelismerésre, arckifejezések felismerésére specializálódott, és nagyon jól Dehaene és csoportja nyomon követi, hogy mondjuk 6-8 év kor között a gyerekeknél ennek a rész, az agyrésznek egy része elkezd az olvasásra specializálódni. Na most mi köze specializálódni? Tehát kialakult bennünk egy másodlagos, kulturális, az agyat újra felhasználó olvasási központ. És úgy gondolom, hogy az új technológiák, amikben most élünk, tehát ez nagyon gyorsan változó, sokkal gyorsabban változó persze, mint a nyomtatás terjedése volt, az új technológiák ugyanígy ki fogják alakítani azokat a rendszereket, amelyek mondjuk így kezelik a felhasználásokat. Nagyon egyszerű példát mondva, látjuk fiataloknál, felnőtteknél, mindenhol, hogy a különböző okos eszközöket nagyon szenvedélyesen használjuk, nagyon sok időt töltünk velük, és így tovább. Egyszerre van saját magunknak felelősségünk, és a társadalomnak felelőssége, hogy megtanuljuk újra kontrolláltan használni ezeket az eszközöket. Tudjuk jól, hogy a bizonyos agyrészek, elsősorban a elülső homloklebenyi területek egy része, felelősek ezért a típusú viselkedéskontrollért, és lehet, hogy ezek lesznek ugyanúgy, ahogy felelősek általában azokért a gátló viselkedésekért, hogy bármennyire is szeretjük, nem mindig eszünk csokoládét, ki fog alakulni ugyanígy egy szellemi diéta is. Tehát én optimista vagyok, alkalmazkodni fogunk az eszközökhöz, ugyanúgy, ahogy alkalmazkodtunk mondjuk a nyomtatott könyvek világához. Kimondható az, ha egyetve rövés, akkor majd leülök, hogy tök, hogy a Biblia megjelenése és kinyomtatása kezdte el átformálni az agyat? Egy pontját? Nem formáltált az agyat, hanem újra felhasználta az agyat. Aha. Tehát nem mondjuk azt, nem változtatta meg az agyat, hanem az agynak bizonyos részeit kezdte el felhasználni. Igen. Amikor gyakorlatilag mindenki számára elérhetővé vált. Igen. Az volt az egyetlen olvasmány nagyon sok embernek egész életében. Nem csak a Biblia. Nagyon sok utólagos könyv szociológiai elemzés arra mutat rá, hogy a nyomtatás első néhány évszázadában bizony a Biblia mellett nem csak a Don Quixote-ba szereplő ponyvaregények, hanem a különböző boszorkány történetek is nagyon népszerűek voltak, és a boszorkány történetek az olvasgatása hozzájárult a boszorkányüldözéshez. Nem csak Biblia volt. Ja. Ó, értem, köszönöm szépen. És mi volt Ázsiában? Ugyanekkor? Igen. Hát Ázsiában ugye az általános írástudás nagyon késői mozgalmaknak volt a terméke. Én olyan szenior ember vagyok, hogy én még emlékszem arra, hogy egy Mao Tse-tung nevű elnök csinált az akkori nagy, hatalmas, akkor 600 milliós, ma sokkal nagyobb Kínában kampányokat az olvasás elterjesztéséhez. Ez egy nagyon új folyamat,
És egy nagyon új mozzanat az, hogy a kelet-ázsiai országokban megszűnt az iratstudatlanság. Ez egy az utóbbi körülbelül 60-70 év következménye, és ennek a következő lépéseit, hogy mi milyen következménye, ezt látjuk az ott végbe menő mondjuk így negyedik ipari forradalomban és így tovább. Egy nyelv nehézsége az összefüggésben áll az írásbeliségével? Hogy? Egy nyelv? Nehézsége. Nehézségi fokat. Az írásbeliséggel. Sokat szoktunk beszélni arról, hogy vannak könnyű és nehéz nyelvek. Nagyon egyszerűen fogalmazva, kicsi gyerekek számára, akik először elsajátítják a nyelvet, igazából nincsenek könnyű és nehéz nyelvek. Az első 5-6 életében bármilyen nyelvet, ugyanúgy megtanuljuk a kínai úgynevezett tonális rendszert, tehát az egy szótagon belüli hangsúlyeséseket, megtanuljuk a magyarban az őt, meg az őt, nincsen vele problémánk. Nem ez a helyzet azonban felnőttkorban. Felnőttkori második nyelv elsajátítás világában valóban vannak nyelvek, amelyek nehezebbek, például a magyar, ami egy nagyon ragozó nyelv, és ezért nagyon hosszú szavakat enged meg, nagyon sok felnőtt nyelv elsajátító számára nehézségeket okoz. És hogy függ ez össze az írásbeliséggel? Ugye nagyon sok kutatás, nemzetközi kutatások, a magyar részét a kutatásoknak Csépe Valéria képviselte Magyarországon, kimutatta, hogy felnőtteknél ugye vannak transzparens írásmódú nyelvek. Érdekes módon a magyar egy transzparens írásmódú nyelv. Ugye mi a ragozási rendszernek megfelelően írunk, azt írjuk, hogy adtam, ugye? Igen. És nagyon kevés olyan eltérés van, mindig az iskolában tanulnunk kell a J, meg elipszilon, ilyesmi, ahol a kiejtés és a helyesírás nagyon eltér. Ha ezt szembeállítjuk az angolal, az angol egy nem áttekinthető helyesírású nyelv, és akkor ezt összefüggésbe lehet hozni az olvasási problémákkal. A különböző nyelvek attól függően, hogy mennyire áttekinthető az írásrendszerük, a nyelvtani rendszerük köz viszonyítva, eltérő olvasási nehézségeket okoznak. A navahó nyelv az volt annyira nehéz, hogy nem tudták dekódolni a második világháborúban, amikor az amerikaiak a titkos kommunikációra azt a nyelvet használták? Hát a navahó az ebből a szempontból nincs még a magyarnál is bonyolultabb, tehát nagyon hosszú szavak vannak, és nagyon sok nyelvtani megkülönböztetést a szó végződésekbe tesztek. Gondolja végig, egy olyan szót nézünk, hogy barátságaiban, akkor ság, a, i, m, ban, stb. 5 nyelvtani megkülönböztetés van benne, a navahóban még több van, és ezért meglehetősen nehéz volt dekodolni. A mai számítógépes rendszereket használva nem lenne nehéz dekodolni, mert a hatalmas statisztikai apparátussal, amit ugye ChatGPT-nek meg mindenfélének nevezünk, valójában gyorsan meg tudná találni a rendszer a mintázatokat, de akkor még nem voltak ilyen hatékony számítási eszközök, statisztikai eszközök. Tudom, akkor a navahó nyelvnek nincs is írásbelisége, tehát az csak... Igazából nem volt írásbelisége akkor, igen. Tehát nehéz lett volna átadni az információt ebben a kapcsolatban. Tehát, hogy a magyarnál nehezebb. Lehetett volna egy székely például a titkosított nyelv? Vagy lehetett volna valamelyik azt kell mondani, hogy inuit, szóval eszkimó nyelvváltozat, amelyek szintén rendkívül hosszú szavakat és nagyon sok grammatikai megkülönböztetést tesznek a szavak végére. Ugye beszéltünk már itt a magyar politikáról, és arról, hogy elszabadult a pokol ebben tekintetben. Éppen csak ugye próbáltuk ma reggel Vitézi Dáviddal beszélgettem, és szóba került Lázár Jánosnak a minősítése, tehát, hogy az aberrált belvárosi fiúk beszívtak, és aztán kitaláltak mindent, tehát gyakorlatilag szalonképesítették a kódolt vagy kódolt zsidózást és Igen, hát az én nemzedékem számára,
nem tudom, hogy a mai nemzedék számára, de az én nemzedékem számára az a kifejezés, hogy Lipsi az nem kódolt zsidózás, hanem az egy nyílt zsidózás. Mondom, lehet, aha, hogy a mai 15 évesek számára ez egy bonyolult kódolt kifejezés, és hát ezek nagyon érdekes, ha az ember a mondjuk politikai kommunikáció egész retorikai rendszerét nézi, ezek nagyon érdekes próbálkozások arra. Szerintem nem véletlen elszólások, nem erről van szó, hiszen ezek írott szövegek, nem arról van szó, igen, hogy egy szóveri interjúban véletlenül valamit mondod. Leírta a közösségi médiában, terjesztette, tehát ezek valójában próbálkozások arra, hogy meddig lehet elmenni. Az, hogy a különböző, mondjuk a kormánypártok különböző részei között ebben milyen szerepmegosztás van, ezt mi nem tudjuk közvetlenül feltárni, de én úgy érzem, hogy egy ilyen szereppróbálkozások vannak, X-re, Y-ra bizonyos típusú retorikai trükkök vannak, mint egy kiosztva, amikkel a tűrés határokat próbálja, teszt próbálja mondjuk így vizsgálni a kormányzati kommunikációs gyár. A politikai ellenfélnek ilyenkor mi a feladata? Átvegye, használja, utasítsa vissza, vagy hasonló módon kommunikálja? Igen, én azt gondolom, hogy a leghatékonyabb dolog a nevetségessé tétel. Legalábbis az én nemzedékem számára, lehet, hogy a mai tinédzserek számára nem. Az én nemzedékem számára a nevetségesség az a leggyilkosabb fegyver. Aha. Tehát a ellenkommunikációban nem ugyanahogy kell sarat domálni, hanem nevetségessé tenni. Ja, még nem látom az eszközét meg a formáját. Tehát ez a nevetségessé tételnek? Jól hangzik, csak akkor, amikor, ugye olvastam egy korábbi interjút, amikor azt mondta, hogy arról beszélt, hogy Orbán és Gyurcsány az hatalmi pozícióját függetlenül gőgös. Ja, igen, ez nem egyszerűen egy interjú volt, azt valójában egy interjúba utaltam egy Magyari Lilával és Forgács Bálinttal végzett nagyon alapos kommunikációs elemzésünkre, ahol Gyurcsány és Orbán, de más politikusok is, tehát minden magyar miniszterelnök beszédét a parlamentbe összehasonlítottuk, és csak olyan beszédeket, ahol láthatóan spontán volt, tehát mindegy, nem előkészített és nem papírról való beszédeket. Igen, hát az egy nagyon érdekes, nem csak a magyar politikusokra jellemző, Lord Owen, egykori brit külügyminiszter, és az Európai Unió egyik vezetője, amikor még a Nagy-Britannia és az Európai Unióhoz tartozott, egyben pszichiáter. Ő volt az, aki először azonosította ezt brit politikusoknál, Thatchert, Major-t és Tony Blair-t hasonlította össze. Thatcher és Blair mutatták a politikai, retorikai gőgjeleit, míg Blair nem. Amitől a magyarok érdekesek, hogy a magyarok akkor is mutatják, mikor nincsenek hatalmon. Thatcher és Blair, amint kiestek a pixisből, visszatértek a normális beszédmódba, vagy átlagos beszédmódba. Ön pontosan érti, hogy a diákai miről beszélnek például? Tehát, hogy a mai szleng, a mai fiatal nyelvhasználat az ön számára kihívás, kísérleti terep, Hát én most nem foglalkozom kifejezetten ennek a társadalmi nyelvészetével. Egy számos dologba kihívás, nem csak a mai tinédzserek világa, a mai 20 plusz évesek nyelvi világa is. Ez egy természetes dolog. Robin Dunbar, az egyik kiváló brit antropológiai nyelvész mutatja ki, vagy hangsúlyozza, hogy az új szlengek megjelenése az mindig új társadalmi öntudat és csoporttudat megjelenéséhez fontos. Tehát a nyelv megújulásának egyik feszítő ereje az, hogy mi ki akarjuk fejezni, hogy mi egy másik nemzedék vagyunk. Tehát ez egy, gondolja végig, hogy ha az ember mai tinédzsereket végigkérdez, hogy ilyen szavakról, hogy ciki, pöpec, pipec, és így tovább, hogy fognak rajta röhögni. Nem fogják érteni a büfé kifejezést jelzőként. Igen.
De mondjuk én sok egyéb más szavukat nem értem. Tehát. Jó, de mondom, hogy ez igazából a nyelv és a csoport azonossági tudat közötti kapcsolatnak a következménye. Na jó, oké, akkor ezért kesztyűt dobnak a mai fiatalok a mai 40-es, 50-es éveknek a nyelvhasználatukkal, de amikor ők 40-50 évesek lesznek, akkor mi lesz? Hogy akkor mi lesz? Hát akkor ők régiesebben fognak beszélni. Nekem van még egy-két barátom, aki meglepő módon, mikor találkozom vele, azt mondja, hogy szervusz. Szervusz. Ugye? Ez egy már nagyon nem csáv, csőcs, izé, hanem azt mondja, hogy szervusz. Ezzel mint egy visszautal mozgósítja azt az egész közös élményrendszert, amikor nekünk a szervusz világunk élt valamikor 63-ban. Akkor, amikor a magyar politika elkezdi átírni a nyelvet, és rákényszeríti a vármegyézést minden alattvalójára és cselédjére, akkor az visszafordíthatatlan? Mit gondol? Én nem használok vármegyét, tehát eszem ágában sincs, az van kiírva, vagy az van leírva. Kikerül. Igen, ez nem egy visszafordíthatatlan folyamat. Mi már átéltünk nagyon sok ilyen nyelvi trükköt. A Hazafias Népfront járási bizottságának elnökségétől kezdve igazából ezek a, mondjuk most magánál a Várményénél maradva, tudjuk jól, hogy emögött miféle ilyen visszafeudalizáló retorika van. Ugyanakkor, mint nyelvész azt is tudjuk, hogy a gyakoriság révén van, ezt mit tudom én, CIF második törvényének. Nevezzük, a szavak rövidülni fognak. Uh-huh. Tehát, hogyha sokszor fogják használni a Vármegyét, akkor az már Vármegy lesz. Nem tudom, hogy önnek mondja valamit, még az, hogy Nofét tér, vagy Felszab tér. Csak ezt használom. Ugye? Nem változtatok rajta. De mi volt? Az lerövidült a november 7-e tér. Igen. Lerövidült a felszabadulás tér. Ugyanez lesz a sorsa, ha erőltetik, ugyanez lesz a sorsa a Vármegyének. Várme. Ezt azért jegyezzük fel a jegyzőkönyv kedvéért. Plé Csaba erről beszélt 2024. októberében. De nem beszéltünk arról, hogy a beszélgetésünk apropóján, hogy lesz a CEUN jövő héten pénteken a Határtalan Tudás Egyetemének rendezvénysorozata keretében, ugye, ha jól igen. tudom, egy vita, ami arról szól, hogy tényleg butábbak-e a mai fiatalok. Ön melyik álláspontot fogja képviselni? Én azt fogom megmutatni, hogy nem butábbak, hanem sok dologban máshogy gondolkoznak. Egy rövid előadásban néhány adatot felmutatok majd arról, hogy milyen hatásai vannak az új eszközöknek. Nagyon egyszerű példa. Okay. Aki a GPS sokat használja, igen. annak a városi téri tájékozása leromlik. Igen, ne is például. De az egy kérdés, hogy vajon maga a technológiájával együtt, vagy csak az önmagára hagyott Robinsoni fejében tájékozódik a világban. Mindig úgy volt, hogy mi a meglévő eszközökkel, az iránytűvel is tájékozottunk, a meglévő eszközök és az ember együtt old meg feladatokat. Egy másik oldala az egésznek, ezért lesz vita, Boros Otilia arról fog beszélni, hogy a mai világban nem csak az a kérdés, hogy a technikai eszközök milyen intellektuális különbségeket eredményeznek, hanem az, hogy a érzelmi reaktibilitás, a beleérző képesség, egymás megértése, és azok a társas olajozási algoritmusok, amik például a politikusoknál annyira hiányoznak, hogyan hozhatok vissza az iskolába? Igen, mi lesz például a kézírással? Tehát én saját magamon nézem. Igen, amikor... mi lesz a kézírással, mi lesz a fejben számolással, ugye, mi lesz a becslésekkel? Ja, ja persze, mondd egy számot, annak ellenére, hogy nyilván, ha fél percet gondolkodom, akkor össze tudom szorozni azt a két-három számjegyből álló feladatot, de hát sokkal egyszerűbb, bár professzor, hát itt van a telefonom, megnyitom rajta a számológépet funkciót. Ugye beszéltünk már itt az írásbeliségről, én valamikor én nagyon szépen írtam kézzel, de
most azért időnként rácsodálkozom, hogy mennyire ronda lett az írás. Igen. Egyszerűen csak azért, mert hogy nem használom a kezemet írásra. Igen. És ennek meg lesznek az izgalmas következményei a mozgás szerveződésre, a kézzel való rajzolásra, és így tovább. Szóval ilyesmikről fogunk beszélni. Még hagyd tegyem hozzá, hogy a forrongó téma azt mutatja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia és Nyíri Kristóf kollégám szervezésében a jövő hét kedden is lesz egy hasonló konferencia, ami kifejezetten a serdülők és a mobiltelefon viszonyával foglalkozik, az inkább egy tudományos konferencia 10 órától vagy délután 2-ig a úgynevezett Hunren, nem szerettem ezt a nevet, a Hunren Tóth Kálmán utcai épületébe, ez egy nyilvános rendezvény, az akadémia honlapján megtalálják azt, hogy hogyan lehet hozzájutni interneten is. Nyilván ez a konferencia értékelni fogja a mobiltól való eltiltás elmúlt 2 hónapos eredményeit? Hát nem az eredményeket, hanem az, hogy egyáltalán milyen emberi feszültségekkel kapcsolatos ez az eszközhasználat és a mondjuk így társas készségek meg gondolkodás viszonyában. Szóval visszatérve a kérdésre, a pénteki határtalan tudás CEU előadása, nem fogjuk azt mondani, hogy butulunk, direkt ez egy provokatív, hogy tényleg butulunk, hanem azt mondjuk majd, hogy változunk, de mi mint emberek hajlékony biológiai lények vagyunk, azért emlegettem itt az interjú közepén az írást. Ugyanúgy, ahogy a nyomtatás világához, ugyanúgy alkalmazkodni fogunk az általunk létrehozott új eszközök, például az okostelefonok és az iPad-ek világához. Igen, beszélgetés elején meséltem, hogy egy pszichológussal beszéltem arról, hogy a gyerekek azok multitasking üzemmódban működnek, tehát egyszerre mobiloznak, zenét hallgatnak, közben valami filmet is néznek, klippet is, és esetleg még csetelnek a pajtársaikkal, hogy ez a készség, ez a képesség, ez hátrányára válik majd, tehát hogy rombolja a tudásukat, nem lesznek képesek annyi dolgot felfogni, befogadni, értelmezni. Vagy... Nagyon sok vizsgálat foglalkozik ezzel. Aha. Nagyon sok vita van, ez régóta megvan a pszichológiában, a mobiltelefonok előtt is, hogy tudunk-e valóban egyszerre két dolgot végezni, nagyon nehezen tudunk. Egy kirívó példát, hogy említsek, például, ha amerikai egyetemistáknak egy zárt helyi közben egyáltalán kiteszik a mobiltelefonjukat, nem használhatja, de ott van előtte, rosszabbul oldják meg a zárt helyét. Ha pedig használhatja, akkor még rosszabbul. Tehát nem csak a tudás elsajátításában, hanem vizsgált helyzetekben is nagyon érdekes kölcsönhatás van abban, hogyha túlzottan a mankókra támaszkodunk, az bizony a teljesítményünket tudja rontani. De érdekes, még egy órát biztos tudnék ennél beszélgetni, de sajnos lejárt az időnk. A mai reggeli személy Plé Csaba, pszichológus, nyelvész, akadémikus, az BME kognitív tudományi tanszékének alapítója, a CEU oktatója volt a vendégünk. Jövő pénteken, tehát október 18-án 18 órától a CEU-n lesz a Tényleg butábbak a mai fiatalok című vita. Érdemes lesz rá figyelni, meg az összes többire is, amit mondott.